Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hűséges Istenünk, mennyi édesatyánk, a Te szavad erős és hatalmas. Ha Te szólsz, akkor megrendül a világ, megrendül a mi szívünk, mert Te szóltál és lett, és előállt minden ezen a földön, és mi magunk is a Te szavad teremtményei vagyunk. A Te szavad képes megrengetni a szíveket, ha Te azt mondod, hogy legyen békesség, akkor békesség lesz, mert a Te szavad erős és hatalmas. A mi szavunk, az emberi szó gyenge és erőtlen. Akármennyire kiabálunk is néha, szavunkkal nem tudunk világosságot teremteni, és ha mi beszélünk, akkor sokszor még nagyobb lesz a békétlenség. Az emberi szó gyenge és erőtlen. Most mégis azt a csodát köszönjük meg neked, hogy a Te szavad a mi szavunk által szólhat. Szólhat nem csak az ige hirdetésében, hanem minden olyan szóban, amit a Te lelked által mondunk egymásnak. Köszönjük neked ezt a csodát, hogy újra és itt és most is valósággá váljon. Amen. Isten igéjét én is a Galata levélből olvasom, a második részből, a lózunknak a mai igéje a 20. verset. Pál apostol levele a Galatákhoz, második rész, 20. vers. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Kedves testvérek, én csak ennyit mondanék, és ebben még a képviselőtársam is benne van, meg a polgármester úr is, hiszen ez egy igei alkalom, és fontos is, hogy akkor, amikor bennünket megtisztelnek a közéletnek a fontos emberei, akkor tisztázzuk, hogy miért is és hogy is vagyunk itt együtt, és hogy első legyen az igének a szava. Hogyha szabad mégis egy kicsit talán humoros jelenettel kezdeni, amikor a kormányülésen néhány évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy milyen kár, hogy a felsőoktatásban kijövő emberek azok pályaelhagyók, nem a szakmájukba dolgoznak, tulajdonképpen sokszor feleslegesen tanultak 3-4-5 évet, mert aztán valami olyan munkát választanak, amihez talán nem is kellett volna főiskolára vagy egyetemre menni, akkor azt említette a miniszterelnök, hogy hát itt mindannyian pályaelhagyók vagyunk, hiszen miniszternek senki nem tanul, és akkor én szerényen, de mégiscsak öntudatosan jelentkeztem, hogy én mindig miniszternek tanultam, mert ugye a lelkipásztori oklevél latinul úgy kezdődik, hogy minister verbi divini, Isten igényének a szolgája, hiszen az a szó, hogy miniszter, az azt jelenti, hogy szolga. Azt jelenti, hogy szolgálat, a minisztérium, az a szolgálatnak a helye, úgyhogy én azt mondtam a miniszternek, hogy én akkor is miniszter leszek, amikor nem vagyok miniszter. És most itt ebben az értelemben szeretnék szólni az igéről, és itt fontos, hogy az legyen a középpontban. Ez a mondat, ami ugye a lózunk, beszélgettünk már erről Dömösen, akik ott szoktak szilveszterezni, én magam is most már 15 éve, örülök, hogy látom az ismerős arcokat. Ugye a lózunk, az útmutató, a napi ige, arra a régi szép szokásra megy vissza, ami Németországban, Dél-Németországban egy kis száz falucskában indult, amikor egy Zinzendorf gróf nevezetű Nikolaus von Zinzendorf gróf, ez a keresztény ember körülnézett ebben a világban, és azt mondta, ott a nagy erős evangélikus száz választófejedelem, az erős katolikus rendek, azt mondta, hogy hát ebben az országban, Németországban, a fejedelemségekben, itt már minden keresztény, hát úgy látom, hogy ezek után már semmi se keresztény. Mert ha minden keresztény, akkor semmi se keresztény. Hol vannak az igazi keresztények? És azt mondta, hogy vonuljunk ki egy kicsit a világból, az ő birtokán ajándékba adott egy hatalmas erdőséget, egy kicsi kis faluval, és azt mondta, hogy jöjjenek ide azok az emberek, akik tényleg komolyan veszik a saját kereszténységüket, és akkor ebben a kis faluban
Helmgutban alakult meg a helmguti testvérközösség, és úgy kezdtek minden napot, hogy az előző évben összegyűltek a gyülekezetnek a vénei, és minden napra egy igét kihúztak, ezért írják lózungnak németül, kihúztak egy kalapból, amivel bele voltak téve a bibliai idézetek, és az volt a napnak az igéje, és a gyülekezet véneinek, a presbitereknek az volt a feladat, hogy minden reggel hajnali 4-kor ezzel az igével ébresztették az erdőmunkásokat, a gazdálkodó embereket, akik a fűrészüzemben dolgoztak, akik a fazekas műhelyben dolgoztak. Ez 1723-ban kezdődött, és bekiabálták a gazdáknak az udvarára a napi igét, hogy tudják, hogy még a testi reggeli előtt a lelki reggeli az első, az Istennek az igéje, és csak utána jön a testi táplálék. Úgyhogy ma ez a lelki táplálékunk, ez a különös kép, ez a különös mondat, hogy megfeszítettem Krisztussal. Krisztussal vagyok megfeszítve, vagy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ez a merész kép Pál apostoltól, azt is mondhatnám, hogy egy kicsit provokatív, hiszen azt szoktuk meg, azt tanuljuk, hogy Krisztus értünk halt meg a kereszten, hogy nekünk ne kelljen keresztre feszítve lenni, hogy nekünk ne kelljen meghalni. És amikor ezt a folytatást halljuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor bizonyára mindannyian, akik, és ebben mindannyian benne vagyunk, akik nyomorult, nehéz életből jöttünk, és szükségünk volt a szabadításra, amikor ezt halljuk, hogy élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus, akkor talán azt gondolhatjuk, hogy nagyon magas ez a mérce. Túl magasan van. Ehhez már katolikus testvéreink azt szokták mondani, ehhez már szenté kell válni, és hát azért mi azért nem vagyunk mégse szentek, hogyan tudnánk mi ennek az erkölcsi mércének megfelelni, ilyennek lenni. Krisztus él bennem, és már nem is én magam élem az életemet. Ez a magasság, ez valóban fölmérhetetlen a számunkra, de mégis azt mondanám, hogy elrontjuk a hitünket, és elrontjuk a hitünknek a derűjét, a hitünknek az örömét, ha egyszerűen leszűkítjük arra a keresztény életnek az üzenetét, hogy eddig rossz voltam, bűnös voltam, most meg már jó vagyok, aztán ha rájövök, hogy nem vagyok jó, akkor egyből elkeseredtem, és attól kezdve nem áll másból az egész életem, mint hogy újra és újra azért harcolok, hogy hát olyan úgy sem leszek soha, mint a Krisztus, olyan azért mégiscsak el kell mondanom, el szoktam mindig egy rabbi történetet is mondani, amikor Kont magához hívja a rabbi a faluba, és azt mondja neki, hogy te Kont, hát nem szégyeled magad, hogy ilyen gazember vagy, becsapod az embereket, részeges vagy, vered a feleségedet, hát próbálj már egy kicsit jobb életet, szebb életet élni, hát olvasgatod egy kicsit a Szentírást, aztán meglátod, hogy ott milyen csodálatos életek és megtérések vannak, és akkor Kón azt mondja, hogy hát igen, rabbi, olvasgattam én az Ábrahám, a Dávid, a Mózes életét, hát ezek olyan csodálatos, nagyszerű emberek voltak. Rájöttem, hogy semmi esélyem Dávidnak meg Ábrahámnak lenni, akkor minek igyekezzek? És erre azt válaszolja neki a rabbi, hogy te Kón majd az utolsó ítéletkor nem azt fogják tőled kérdezni, hogy miért nem vagy Ábrahám, vagy miért nem voltál Dávid, vagy miért nem voltál Mózes, azt fogják kérdezni, miért nem voltál Kón. Mert mindannyiunknak annak kell lenni, akinek teremtve vagyunk, és a mérce az belül van, és ez a krisztusi mérce, ez nem egyszerűen arról szól, hogy egy kicsit keserűen, annyi keserű keresztény lehet látni körülöttünk, hál' Istennek nem a kék keresztben, akik azon keseregnek újra és újra, hogy nem tudnak olyan lenni, amilyennek szeretnének. Nem tudják azt az új életet úgy élni, ahogy élni szeretnék, és azért újra és újra harcolnak, belefáradnak, elcsüggednek. És azért fontos, hogy ne szűkítsük le a keresztény életet egyszerűen arra, hogy a saját megjavulásunkért küzdünk nap, mint nap, mert akkor biztos el fogunk bukni. Hiszen az nagyon fontos, hogy megszabadultunk a bűntől, hogy hátat fordítottunk a régi életünknek, és ennek a változásnak nagyon örülünk, de a nagy kérdés, hogy mi jön utána? Mi jön a szabadítás után? Mi jön a szabadulás után? Egyszerűen semmi más, mint küzdelem a megmaradásért. Egy kicsit olyan ez most így, majdnem elérzékenyült, amit édesanyámnak a utolsó énekét énekelve, amit halála előtt énekelt, tőle hallottam ezt a kis történetet, amikor azt mondják, hogy azt mondta a bölcs tanító, hogy az lesz az utódom, aki meg tudja állni, hogy egy hétig nem gondol a vörösképű majomra.
és aztán utána összegyűjti a tanítványait, és kiderül, mindenki az örösképű majorra gondolt. Na, a bűnnel is így van. Ki, hogyha folyamatosan arra gondolunk, és azért küzdünk, hogy jaj, ne, csak ne, mit nem szabad, nehogy még egyszer a pohárhoz nyúlja, nehogy még egyszer elbukja, nehogy még egyszer rosszul cselekedjek, akkor előbb-utóbb el fogunk bukni, mert ez a fajta ráfókuszálás arra, ami negatív, ami bűn, ami rossz az életünkben, nem ez az, ami a szabadulás után jön. A szabadulás után az új élet jön, amiben igen, van elbukás, van megbotlás, hányan számolnak be arról, hogy újra föl kellett állni, meg újra föl kellett, meg megint föl kellett állni, de a lényeg, a keresztény élet lényege mégsem egyszerűen ez, hanem úgy élni a világban, úgy élni az életemet, hogy engedjem Krisztust élni bennem. Nem valami ellen kell küzdeni, hanem engedni. Ez a legnehezebb egyébként az aktíven, engedni. Engedjétek. Amikor azt mondja Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. A nevelésben is az, amit engedjétek. Engedjétek, hogy kiboboljon benne az, amit Krisztus belé helyezett. Engedjétek. Ne valami ellen görcsösen küzdjetek, hanem engedjétek azt az új életet kibontakozni, amit nektek Jézus Krisztus adott. És hát a klasszikus, vagy hogy mondjam, tradicionális vallásos élet arról szól, és sokszor esünk ebbe a hibába, hogy elkezdjük vizsgálgatni az életünket, és aztán vagy keserűen, vagy örömmel megállapítjuk, hogy itt is, ott is, amott is föl lehet fedezni az Istennek a munkáját az életünkbe. Utólag rájövünk, hogy hát igen, az azért volt, mert az Úristen biztos azt akarta, hogy, vagy a Jóisten ezzel arra akart tanítani, és így vizsgálgatjuk az életünket, hogy hol van benne az Isten cselekvésének a nyoma. Hol vannak azok a nyomok, hol vannak azok a kis bizonyítékok, amikből érezhetjük azt, hogy hát ő ott munkálkodik az életünkbe. De Pál apostol nem ezt ajánlja nekünk. Nem azt mondja, hogy keresd Istent a te életedben, hanem te keresd saját magadat a Krisztusnak az életében. Ez a lényege annak, hogy él bennem a Krisztus. Van egy nagy-nagy történet, egy mindent átfogó történet, az üdvösségnek a története, amit Isten elkészített, így valljuk ezt a hitvallásunkban, még mielőtt a világ alapjait fölvette volna, elkészítette, és ez a nagy ügytörténet, ez a nagy sodrás Isten történetének a sodrása az, amiben elhozta nekünk Jézus Krisztust, és ez az élet, a születés, ez az élet, a tanítás, a halál és ez a feltámadás az, amiben nekünk meg lehet látni a saját életünket. Hol vagyok én abban a történetben? Amiben benne van a születés csodája, amiben benne van a tanítás csodája, amiben benne van a gyógyítás és a gyógyulás csodája, és ez nekünk, anélkül, hogy bárkit megbántani, talán nekünk reformátusoknak a legegyszerűbb. Elővesszük a Bibliát, és keressük benne magunkat. És akkor, ha Kornak nem is sikerülne, nekünk sikerülne megtalálni Dávid királynak a történetében saját magunkat. Akkor, amikor a házastársi hűség a kérdés, akkor, amikor a hatalomnak a kísértése jelenik meg, és az a kérdés, amikor Krisztus ott van a Gecsemánei kertben, ki nem mondta még köztünk azt, hogy múljék el tőlem ez a keserű pohár. Na, akkor ott vagyunk. Akkor ott vagyunk Krisztussal. A legnagyobb dolog, ami a szabadulás után történik, az, hogy felfedezhetjük magunkat Krisztus életébe, és ez azt jelenti, hogy a Krisztus küldetésében, a Krisztus szolgálatában. És végül is ez a lényeg ennek a mondani valóan, nem valami küzdelem az erkölcsi javulásért, az persze egy jó dolog, az ellen nem beszélnék, hanem részt vállalni. A keresztények sokkal többre hivatottak, mint hogy arra vigyázzanak, hogy nehogy bepiszkolja őket valahogy ez a világ, mossák a kezeiket, mint Pilátus, és ne mondja, azt mondják, hogy én nem vagyok benne, én nem vettem részt. Mert aki mindenből kimarad, hogy nehogy már véletlenül piszkos legyen, a végén az követi el a legnagyobb hibát, az bukik a legnagyobbat. Részt vállalni Krisztus küldetésében. Ez azt jelenti, és ezért nagy dolog, hogy a Kék Kereszt Egyesület, ez egy missziói egyesület, mert ez azt jelenti, hogy mi részt vállalunk Krisztusnak a szabadító munkájába. Mi azt az új életet, amit kaptunk, azt azért kaptuk, hogy továbbadjuk másoknak. Hogy ne arra koncentráljunk, hogy abban a kis körben, ahol mi élünk, nehogy már valami hiba történjen,
hanem menjünk ki az utcára, a terekre, a templomokba, menjünk el a nyomorult szegény emberek közé, akik rabságban vannak, az alkoholnak a rabságában, vagy bármilyen más rabság, és vigyük azt, amit mi kaptunk. És akkor ebben a harcban biztos lesz olyan, hogy rosszat szólunk, biztos lesz olyan, hogy megbotlunk, talán még el is bukunk, de részt vállalunk Krisztus szolgálatába. És akkor, ha belenézünk a Krisztus életébe, akkor meglátjuk a bűnbocsánatot, amit újra és újra felkínál nekünk. Részt vállalni Krisztusnak a világért folytatott küzdelmébe, azt is mondhatnám, hogy van-e ennél nagyobb megtiszteltetés, van-e ennél magasabb hivatal, ez a legmagasabb hivatal. Igen, mi minden nap részt vállalhatunk ebből a szolgálatba, és ha szabad megint egy kicsit félig a politikából vett példát idehozni, egy kedves barátom, aki szintén miniszter lett tegnap, Semmilyen Zsolt, és egyszer meghívott bennünket Clinton elnök a Fehér Házba, Washingtonba egy ima reggelire, ahol minden évben a 3000 legfontosabb ember, vagy akkor legfontosabb ember jön össze reggelizni, és ima közösséget tartanak, a televízió közvetíti, ott mindenfajta nagy emberek vannak, és akkor mondom a Zsoltnak, hogy te azért ez mégis micsoda megtiszteltetés, az amerikai elnök meghívott bennünket. És ez most a katolikusoknak fog igazán tetszeni, azt mondja nekem a Zsolt, hogy te Zoli, engem minden nap Jézus Krisztus hív meg reggelizni, amikor elmegyek a szentmisére. És milyen igaza volt? Hát ennél van nagyobb hivatal, de ehhez képest mégis mit számít? Pont az az amerikai elnök, most erről is beszélve. Bennünket minden nap maga Jézus Krisztus, a világ megváltója, ami személyes megváltónk hív meg. Mi az ő vendégei vagyunk, és ebben az igében ez a kettősség van, amit visszatérjünk a reformátusokhoz, Calvin János fogalmazott meg legmélyebben, ez a unio mystica cum Christo, a Krisztussal való egyesülés. Hogy van az, hogy mi vagyunk a Krisztus életében, és közben Krisztus bennünk van. Ennél jobban ezt a teljes azonosulást, ezt a teljes együttlétet, közös életet nem lehet kifejezni ennél szebben. Persze ezt az ember a mindennapi harcokban könnyen elfelejti, és ezért van a kék kereszt, ezért vannak ezek a találkozók, hogy egymásnak eszébe juttassuk. Én is azért jöttem, hogy emlékeztessenek engem is rá, hogy bármikor harcolunk, akkor mindig a Krisztusnak a szolgálatába kell harcolni. Amen. Amen. Hűséges Istenünk, mennyei édesatyánk! Köszönjük neked, hogy te részes társát tettél bennünket abban a szolgálatban, abban a küldetésben, abban a misszióban, amit te ezért a világért folytatsz. Mert te úgy szeretted a világot, hogy érte adtad a te egyszülött fiadat, és ezért mi nem tehetjük meg, hogy mi ne szeressük azokat, akiket te szeretsz, az elveszetteket, a velünk szembefordulókat, a minket lenézőket, a minket erőtlennek és gyengének tartókat, a minket kikerülőket, a minket megtagadókat, akik elnéznek felettünk, akik semmire vesznek bennünket, és azokat sem, akik a mi segítségünkre várnak, akik éhesek a szeretetre, akik éhesek a jó szóra, akik éhesek a te szabadra, a te békességedre. Add, hogy ebben a szolgálatban meg tudjunk állni, ebben a szolgálatban tudjuk egymást erősíteni, és azt, hogy el tudjuk hinni, hogy bárhol vagyunk a világban, hogyha ezen a fundamentumon állunk, hogyha a te fiadnak, Krisztusnak az életét akarjuk élni magunkban, akkor a te tanítványaid vagyunk, akkor ugyanabban a közös harcban vagyunk. Így erősíts majd ma bennünket ebben a közösségben. Amen. És álljunk fel, és együtt az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzunk, mi atyánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Foglaljuk helyet.